A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 23-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk a Kallós Zoltán emlékestre, majd betekintünk Szekeres Erzsébet kiállításába, végül pedig a Ne most drágám, a Vörösmarty Színház új előadására készült anyagot kínáljuk. Tartsanak velünk! Kallós Zoltán emlékestet tartottak a Szent István Művelődési Házban. Egy kerekasztal beszélgetés keretében idézték fel a Kossuth nagydíjas néprajzkutató, néprajzgyűjtő emlékét. Aki kicsit is jártas a népi kultúrában, nehezen kerülhette el az Erdélyből származó Kossuth nagydíjas népzenegyűjtő, néprajzkutató Kallós Zoltán nevét, aki 2018-ban hunyt el. Tiszteletére emlékestet szerveztek a Szent István Művelődési Házban. Az esemény Vakler Lajos Kalotaszektől Moldváig című filmjének vetítésével kezdődött, amelyben az újságíró Kallós Zoltánnal beszélgetett. A vetítést kerekasztal beszélgetés követte, melynek keretében felidézték Kallós Zoltán munkásságát, emlékét. A beszélgetés moderátora I. és Endrénével, Enyedi Mihállyal, Altorjai Andrással, Enyedi Ágnessel, valamint Balázs Bécsi Gyöngyivel beszélgetett. Altorjai András úgy véli, Kallós Zoltán a táncház mozgalom alappillére volt. Kallós Zoltán egy nagyon kitűnő ember volt. Egyrészt fantasztikus tehetsége volt. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ami addig szóban hagyományozódott, azt ő fogta és lejegyezte ezeket a dalokat, és hát olyan területeken, Moldvában, a Gyimesben, és aztán a saját szülőföldjén, a mezőségen, amit előtte nem csinált meg senki, és hát a legnagyobb gyűjtők egyike volt. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy utána ezt a kincset, amit ő előbányászott, ezt utána ő önzetlenül a fiataloknak továbbadta, és tulajdonképpen így azt lehet mondani, hogy a néptánc mozgalomba, a revival mozgalomban ez újra előjött, és ma már újra élő néphagyomány. Balázs Bécsi Gyöngyit maga Kallós Zoltán kérte fel, hogy legyen a Kallós Zoltán alapítvány elnöke. Ő így tekint vissza a néprajzkutatóra. Kallós Zoli bácsi számunkra, válaszútiak számára, akik nap mint nap vele együtt éltünk, hát igazán szülőként, nagyszülőként emlékszünk rá, hiszen az élet minden egyes pillanatában ott volt velünk, az alapítvány kezdeteitől fogva, és irányított bennünket. Hát mondhatjuk azt, hogy mesterünk volt, és a Szorvány kollégiumunkban lakó gyermekeink nagy tatája. Mindig számíthattunk rá, és ugye az, amire bennünket bíztatott és megkért, azt, hogy a népi kultúrát azt minden generációnak adjuk át. Minél többet énekeljünk a gyerekekkel, minél többet táncoljunk, minél több kézműves műhelyt szervezzünk. Tulajdonképpen mindazt az értéket, amit ő összegyűjtött, és amivel közösséget teremtett, azt tovább örökítsük. Ez az alapítványnak a küldetése, Zoli bácsi hagyatékát tovább örökíteni, átörökíteni a fiatal nemzedék számára. És hát ugye nem csak válaszútnak, hanem az egész táncház mozgalomnak egyik mozgatórugója volt, elindítója. És azoknak a fiataloknak, énekeseknek, táncosoknak, néprajzkutatóknak, akik ezt a műfajt szerették, kutatták, és ez éltette őket, egy irányt mutató ember volt. Az alapítványt 1992-ben hozta létre a Kossuth nagydíjas néprajzkutató három fő céllal: oktatási tevékenység,
közművelődési tevékenység, valamint néprajzi gyűjteményének gondozása. Enyedi Mihály távoli rokona és gyerekkori ismerőse volt Kallur Zoltánnak, úgy gondolja, fontos közösségépítő hatása volt Zoli bácsinak. Azon kívül, hogy néprajztudós, tudjuk mindnyájan, Kossuth díjas, Kossuth nagydíjas, Kolmin Lánc díjazott, Szent István rend díjat kapott, Európa Nostra díjat, a Nemzetművészet díjat, tehát ez volt a tudományos része a tevékenységének, de ő egy közösségi ember is volt, közösségteremtő ember volt, a mai szóhasználata hálózatépítő, rengeteg embert összehozott, fiatalokat megismertetett egymással, és így hozta a népzene, a néptánc közelébe a fiatalokat. Nekem az én életemben fontos szerepe volt, úgy nekem, mint később a gyerekeimnek is, akik az ő hatására végül is népzenészek lettek, így a mai műsor egyik fő fellépője énekes a lányom lesz. És egyébként a személyes kapcsolatuk milyen volt? Hát nagyon jó kapcsolatunk volt, körülbelül 1977-78-ban ismerkedtem meg vele, Kolozsvárt az első táncházban, amit Kolozsvárt tartottak, én is jelen voltam Zoli bácsi meghívására, és rendszeresen találkoztunk, közös programokat szerveztünk, elkísértem az én szülőfalomba, Boncidára, ahol idős rokonoktól, ismerősöktől népi szőtteseket, varottasokat, tárgyakat vásárolt, mert már az idős embereknek már nem kellett, unokáknak már nem jelentett értéket, de Zoli bácsi tudta, hogy ez érték. És közvetlen ember volt egyébként? Nagyon, igen, mindenkivel nagyon jó, és óriási memóriája volt, mindenkinek a nevét észbe tartotta, úgyhogy nagyon közösségteremtő ember volt. Így és Endrénénél kevesebben ismerték jobban Kallur Zoltánt, hiszen volt idő, amikor az ő lakásukban élt Székesfehérváron. A mi barátságunk, ez azt pontosan nem is tudom, talán a 80-as évek legelején kezdődött. Pontosabban még a 70-es évek, amikor Pesoár Ferenccel kimentünk Erdélybe, és akkor hát mi a mi kis szerény barátainkhoz vittük előtt, mert hát miért ne vittük volna, utána a Kudor családot Bánfi Hunyadra, és azt mondja Feri, hogy akkor most menjünk Kallur Zoltánhoz. Hát Kallur Zoltán olyan híres volt, a 80-as, 70-es évek legelején jelent meg a magyar balladák könyve, a balladák könyve pontosabban, és az egy óriási durranás volt az egész országban. Az értelmiség egymás kezéből kapkodta ezt a könyvet, aki tudott egy ilyet szerezni, a nagyon szerencsés volt, és kölcsön adta a másiknak, de nagyon vigyáztunk rá, hogy visszakapjuk mi. Hát így kezdődött. Aztán utána a rendszerváltás környékén volt neki valami betegsége, utána nagyon sokáig nem találkoztunk, mert őt börtönbe zárták tulajdonképpen a Balladák könyve miatt, meg az óriási nemzetközi hírnév miatt. Nem nagyon tetszett az akkori román Ceausescu rendszernek, és akkor nagyon sokáig nem találkoztunk. És a rendszerváltás környékén egy operáció kapcsán, hát elmentük megnézni, de hát nem voltunk mi barátok még akkor semmi, csak hát hogy van Zoli bácsi, hova megy az operáció után? Hát azt mondja, hogy nem is tudja, hogy hova tudna menni. Hát egy erdélyi ember akkoriban nagyon nehéz helyzetben volt. Hát hova tudna menni, akkor jöjjön hozzánk Székesfehérvárra. A beszélgetés után a majd Fordulj kedves lovam címmel csendültek fel boncidai, magyarszovátai, széki, kalotaszegi, nagysajói, gyimesi és moldvai dalok Kallur Zoltán gyűjteményéből a Duna Művész Együttes előadásában. Dulai Zoltán, az együttes vezetője elmondta, szerencsésnek mondhatja magát, hiszen ő még együtt is játszott azzal a Kallur Zoltánnal, aki minden népzenésznek életében szerepet játszott. Minden magyar népzenész életében játszik szerepet. Én személyesen is találkoztam vele, még együtt is zenéltünk, úgyhogy hát a gyűjtéseit kisgyerekkorom óta ismerem, és rengeteget játszok. Pár szót legyél kedves az együttesről is mesélni. Honnan indultatok, hova fejlődtetek? Ez a zenekar a Duna Együttes, a Duna Művész Együttes hivatásos kísérőzenekara. Többféle zenekarból is érkeztünk, tehát ez, hogy is mondjam, foci nyelven azt mondanák, hogy válogatott
legalább 4 féle zenekarból jöttünk. A legfiatalabb zenészünk 32 éves, a legidősebb pedig 56, tehát nagyjából ez a koraloszlás. Nem tudom, szabadon mondanom neveket, a Dűvő zenekarból, a Tarsoly zenekarból, a Fixtim zenekarból, a Zagyva bandából. És van egy helyi illetőségű zenészünk, Cserta Balázs, aki itt a helyi zeneiskolában is tanított, meg most is talán, és a székesfehérvári most is itt lakik, és ide is való. Az eseményen a Duna Művész Együttes táncművészei is felléptek. Kallós Zoltán gyűjteménye után a Göncöl zenekar lemezbemutató koncertjét hallhatta a publikum, melyben közreműködött Enyedi Ágnes. A táncház mozgalom egyik kultikus figurájára emlékezve az esemény táncházzal záródott, ahol különböző néptáncokat sajátítottak el a rendezvényre látogatók. Virágba borult örökségünk címmel nyílt meg Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása. A tárlat a Szent István Művelődési Házban tekinthető meg. Újra a Szent István Művelődési Ház vendége volt Szekeres Erzsébet, a korszakos textilművész, a Magyar Örökség és Prokultúra Krisztiána díjas alkotó, ezúttal Virágba borult örökségünk, tisztelet Csapodi Vera emlékének címmel hozta el munkáit a Szent Korona Galériába. Az alkotó hímzett és varrott textil fali képein a népművészet motívum és szimbólum világának csodáit mutatja be. Az itt látható képek, hát több technikával készültek, mert ha megtetszenek nézni, akkor a kertem virágaiból a csomózott perzsa technikával 6 darab szőnyeg látható, a pipacs, a kankalin, a ne felejts, vagy a háta mögött látható gyöngyvirág. Azon kívül pedig vannak a varrott szőnyegek, a nap felkelése, az éjszaka virága, tehát a napvirága, az éjszaka virága, azon kívül pedig a szövött goblenek, ahol a gyógynövényeket elevenítettük meg, mellette pedig a varrott keretekben, a varrott olyan, hogy liliom, vagy pedig a szív életfája, vagy a buzavirág életfája, és nem utolsó sorban pedig, amit meg kell említeni, a gyógynövényeket. És a gyógynövényekhez milyen kapcsolatom van? Olyan kapcsolatom van, hogy az én eredeti végzettségem okleveles mezőgazdasági mérnök vagyok. 1967-ben végeztem, és 1971-től 89-ig, 28 évig a Szilasmenti Termelő Szövetkezetnek voltam a dolgozója, ahol Magyarországon az elsőként a gyógynövény és fűszernövényeket termesztették. És ott megtanultam a gyógynövényeket, és a tiszteletet szerettem volna azoknak az embereknek adni. Tudom, hogy ők már ott fent vannak a Jóistennél, és akik aznak a sok bőszoknyásnak
Kerepes és Kistarcsai asszonynak, aki a kerti rutát, vagy a külön a kamillát, amikor aratták, vagy szárították, ott dolgoztak, és nem utolsó sorban dr. Schwab Jánosnénak, aki már szintén nem él közöttünk, vagy Galambosi Bertalan, aki szintén a gyógynövényért nagyon sokat tett, és most tesz is Finnországban, ahol van, és az ő tiszteletükre készítettem el a gyógynövényeket. Mellette pedig úgy éreztem, hogy nem csak a gyógynövényeket, hanem a kerti virágokat, a vadvirágokat, azokat is meg kellene szólítani. Mert nagyon sok ember, ahogy elmegy, és lehajtott fejjel megy az utcán, és nem néz ide vagy oda, pedig olyan csodálatos katánkórot láthat, vagy kamilla, nem is kamillát, hanem a pikpangot, vagy a boglárkát, ami most például csodálatosan a mostani tavaszban, ahogy jöttem idefelé, láttam az autópálya mellett, hogy sárgába borult az oldal, az autó pályának az oldala, mert tel is teli boglárka, ahogyan most szépen a nap sugarára kinyitotta az ő kis virág szirmait. Úgyhogy én csak is azt tudom mondani az embereknek, hogy nem szabad lehajtott fejvel és busszal menni, hanem oda kell figyelni a környezetünkre, és a legkisebb, kicsiny kis virágra is úgy nézni arra a kis százszor szépre, vagy az ibolyára, vagy a hóvirágra, ami a Jóisten csodálatosan megteremtett, és mondhatni azt, hogy a teremtőnek a mosolya. Spányantal megyes püspök örömének adott hangot, hogy ismét városunkban köszönhetjük a magyar népművészet kiemelkedő képviselőjét, aki egy olyan világba kalauzol el bennünket, ami hivalkodásmentesen, de mindenestől őrzi gyökereinket. Hála Istennek, én is úgy érzem, hogy ennek a kiállításnak itt Székesfehérváron való megrendezése, annak a lehetősége, hogy ezt sok fehérvári polgár láthatja, nagy öröm mindannyiunk számára. Hála Istennek nem ez az első alkalom, hogy Szekeres Erzsébet kiállításában gyönyörködhetünk. Ha jól emlékszem, ez az elmúlt évtizedben ez a harmadik alkalom már, hogy ezekben a ő általa létrehozott, általa megálmodott, a lelkéből fakadó szépségekkel találkozhatunk. Ezek a szépségek a mi lelkünket is gyógyítják, a mi békénket is szolgálják, megnyitják a szemünket egy szépre, egy olyan világban, amiben sokszor nem a szépet, hanem a rosszat, a csúnyát kell látnunk. Dávid Zsuzsa, aki színházrendezőként maga is alkotó ember, megerősítette, Szekeres Erzsébet munkái olyan kivételes alkotások tárházát nyújtják a népi kultúra barátainak, amelyek egyszerre mutatják be elleink virágba borult történeteit, mint egy felhívásként a jelennek és a jövőnek. Erzsi nekilátott ennek a hatalmas munkának, és másfél év alatt, mialatt a térdével nagyon beteg volt és operáció előtt állt, ugye csinálta ezt a rengeteg virágot. Ugye az ő asztalán otthon mindig megtalálható dr. Csapod Ivera, aki a kiállításon szintén be van mutatva, mint az egyik előd, aki szintén a virágokkal rengeteget foglalkozott, és egy ma is európai vagy világhírű növénygyűjteményben festette meg akvarellekben, illetve színes képekben, színes szeruzával a növényeket. Mint előd ő is ugye ihlette az Erzsit ezekre a virágokra, és elkezdte a gyógynövényeket rajzolni, festeni a különböző technikákkal, mert mint látjuk, ugye vannak szőnyegek, vannak egyéb szőttesek, vannak mindenféle technikával rajzolt, festett képek, és ez már egy évvel ezelőtt kirajzolódott, hogy ez a kiállítás itt fog megvalósulni. Spányi püspök úr védő szárnyai alatt Judit segítségével, és hát szerencsére Szekeres Erzsébet túl van a műtéten, most már tud járni a járókerettel, és közben megcsinálta ezt a rengeteg képet, ezeket a gyönyörűségeket,
És aztán van a kiállításban, amelyek régebbről, más sorozatból kerültek ide, például a nagymamája emlékére készített szőnyegcsokorból, tehát mindenféle válogatásból. Ünnepeltük Gödöllőn Erzsi 85. születésnapját, ami egy életfa kiállítás volt, tehát ott ugyan ilyen rengeteg munka egészen a képzőművészeti tevékenységét, amikor elkezdte, onnantól kezdve máig bezárólag egy csodálatos életfa kiállítás, és azt gondolom, hogy itt a virágokról, a növényekről ezek a csodálatos képbe, szőnyegbe, textilbe álmodott virágok megjelenhetnek. Ez a folytatása, a szerves része az ő munkásságának. Elsősorban ugye a magyarországi gond megtalálható növényeket, gyógynövényeket fedezhetjük fel, ugyanúgy, mint a Csapódi Vera könyvben, tehát így is hazánkról szól ez a kiállítás, ugyanúgy, ahogy az életfa kiállítás, vagy az Árpádházi szentekről való kiállítás, tehát Erzsi munkásságának egy szerves továbbfolytatása, és azt hiszem, hogy számunkra egy csodálatos ajándék, amit itt láthatunk. A maga stílusában páratlan és megrendítő kiállítási anyag minden alkotása megerősítést hordoz, üzenete pedig nem lehet más, mint textilbe formázott ima környezetünk szépségeinek megőrzéséért. Telihai Péter rendezésében mutatta be a Vörösmarty Színház John Chapman és Ray Cooney bohózatát, a Ne most drágám című fantasztikus drámát. A szerzőpáros vígjáték a fergeteges humorral átszőtt szerelmi sokszögök története. Szóval ott Párizsban, a Lidóban megpillantottam a parkett csillagát. Jenny McMichael-t úgy táncolt, hogy majdnem leröppent róla a ruha. Hát nem azt akarja mondani, hogy egy striptiztáncos nő. Nem, striptiztáncos nő, kikérem magamnak. Striptiz művésznő. A Vörösmarty Színházban Telihai Péter rendezésében mutatták be Ray Cooney és John Chapman Ne most drágám című bohózatát, amely a klasszikus angol vígjáték hagyományt követi, a rá jellemző virtuóz cselekményvezetéssel. Ugyanakkor a különböző félreértések és helycserék már-már az abszurditásig való eltúzásával, a szálak végletes összekuszálásával. Lehet kezelni habkönnyű vígjátéknak, amiben csak a szórakoztatás a cél, de rejlik ebben a történetben egy másik olvasat is, és ez különböző házasságok vagy magánéleti válságok története, és ettől még nem lesz a dolog sokkal sötétebb, talán csak igazabb és hozzánk közelebb álló vagy ismerősebb történet. Milyen csodás színe! És milyen dörös! Soha életemben nem láttam ilyen fantasztikus dolgot, hiszek rá. Nem tudom, mi van, nem tudom. Mondjuk kivett össze magam a szememekről, de hát nem látja, hogy minden szőrszál a tökéletességről kiállt. Arnold Kluc szerepében Sági Tamás parádézik. Klucs nem túl eszes, ám talán az egyetlen, aki bármilyen morális meggyőződéssel bír a karakterek közül, így remekül illeszkedik a színművész vígjátéki szerepeinek sorába. Még nagyon sok mindenre kell odafigyelni, de hát azt hiszem, hogy a néző is akkor jár jól, hogyha mi is érvezzük, és már nem kell figyelni a játékra, a szövegre, ezekre a technikai dolgokra. Szerintem akkor jár jól mindenki. Egy ilyen angol vígjátéknak varázsa van a színművésznek? Hogyne. Tehát a jó partnerekkel és jó rendezővel van együtt az ember, akkor ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, bár technikailag nagyon nehéz, meg fizikailag is, tehát rólam szakad a víz, de nagyon élvezetes tud lenni. Gilbert! Drágám! Mielőtt bármit mondanál, gondolj bele, hogy 20 esztendeje vagyunk házasok. Pont erre gondolok. És te ez idő alatt egyetlen egyszer sem voltál ilyen elbűvölően szerelmes, mint most. Venturi Fajrán! Üsd meg! A
A nőügyekben páratlanul találékony Gilbert megformálásával Gáspár Sándor ideje korán beindítja a legfőbb komikumot adó jól ismert témát, középpontba állítva a féltékenységet és a megcsalást. Nagyon nehéz technikailag, tehát hihetetlenül sok meló kell ahhoz, hogy ez egy játsznyi könnyedséggel tudjon hatni a nézők fele. Tehát most ezt az úgynevezett habkönnyű angolt mi ilyen hatalmas terheket cipelve próbáljuk most lerázni. Tehát megemeltük azt hiszem a súlyt, de most kell jönni annak a pillanatnak, amikor könnyeden tudjuk ezt a terhet cipelni. Egy pillanat! Mindjárt visszajövök! Csak még előtte meg kell néznem a zászló rúdjukat. Mi a baj a zászló rúdjukat? Ha jól látom, Mrs. Lawson színeit lengeti rajta a szép! A káoszt a klasszikus Ray Cooney fígjátékokhoz hülyen ismét a hazugságok folyamatos egymásra épülése indítja el, aztán ahogy a főszereplő által beindul a megoldás gépezete, elképesztő események kezdik gyors ütemben követni egymást. Nagyon sokféle lehetőség van, sokfajta viszonya van a környezetéhez, különböző. Neki van a legtöbb hölgy ismerőse, ami kiderül majd a darab során, de ezt most elmondtam. És valahogy mindenki ez más-más figyelem és más-más szándék köti. A feleségéhez, a szeretőjéhez és egy valamilyen vágy egy harmadik szereplőhöz. És ez nagyon érdekes, hogyha belegondolunk, ez pont felmerült a rendező részéről, hogy milyen érdekes, hogy ne csak egy könnyed szórakoztatás legyen, hanem gondolkozzunk el és gondolkoztassuk el a nézőt arról, hogy miért van az, hogy az ember mindig valami másra vágyik. Nem akarok én szólni senkihez, én csak valami ruhát. Ezt meg tudom érteni, asszonyom. És akkor majd felveszem a két új bundámat, és beülök a vadonatúj sportkocsimba, igaz? Igen, drágám. Jenny-nek az egzotikus szépségű táncosnőnek természetesen férje van, és megtapasztalhatjuk, hogy a látszólag felületes szépségnek bizony helyén van az esze is. Nagyon örülök, egyrészt, hogy visszatérhettem most a társulathoz, és újra együtt dolgozunk. Nagyon szeretem, és nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk együtt, és újra remélhetőleg a rekeszizmokat megdolgoztatjuk. Nagyon szeretem ezt a hölgyet, akit megtestesítek és megjelenítek, mert tényleg ő egy díva, ő egy finom nő, és azért a helyén van az esze. Milyen dolog ez, Csárli, hogy te idáig követsz engem? Hogyha te így viselkedsz, amikor nem vagyok a közeledben, akkor kénytelen vagyok megtenni a szükséges jogi lépéseket. Nem, uram, nem kell válasz. Ki beszél válaszról? Újból el akarom venni feleségét. Egy biztos, a darabban a humorban sincs hiány, a történet ezer szálon fut, és végül mindenki szerelmes lesz. A kérdés csak az, kibe? Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.